Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. A 2015-ös migrációs válság következtében eltűnni látszik a hagyományos bal és jobboldali ellentét a világpolitikában. Helyette a globalisták és a szuverenisták ellentétéről beszélhetünk, mondta Szájer József európai parlamenti képviselő. Az új hatalmi viszonyok a világuralmáért folytatott valóságos és spirituális küzdelem egyfajta újnak is mondható globalizmus és az eddigi világrend fundamentumát jelentő nemzetállami rendszer közötti szembenállásként sokkal világosabban ábrázolható. A régi választóvonal fokozatosan mosódik el, az új pedig fokozatosan lépésről lépésre ölti fel formáját. Az, hogy miképpen fog kinézni a jövő, jelentős mértékben ebben a küzdelemben fog eldőlni. Szájer József hozzátette, bár jelenleg a határok és nemzetek eltörléséért harcoló, egyfajta délibábos utópiát hajszoló globalista erők vezetik az Európai Uniót, a májusi európai parlamenti választások után ez talán másként lesz. A szuverenista oldalon felsorakozó többnyire konzervatív jobboldali pártok és más antiglobalista mozgalmak ugyanis nyerésre állnak Európában. Olaszországtól Ausztrián át Lengyelországig függetlenségpárti kormányzatok alakultak, és ez a folyamat világviszonylatban is egyre jelentősebb. Itthonról. Az MSZP felszólítja Kövér László házelnököt, hogy a képviselőktől levont több mint 5 millió forintos büntetést a beteg gyermekek szüleinek kórházi ágyára fordítsa. Bangóné Borbély Ildikó, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese közölte, a nap folyamán szavazott az országgyűlés 5 MSZP-s, egy DK-s és két független képviselő megbüntetéséről, és meg is büntették őket. Hozzátette, a szocialista és a DK-s képviselőket az országgyűlés december 10-i, a két független képviselőt a parlament december 12-i ülésén történtek miatt büntetik meg. Előbbiek fizetése egyharmadával csökken, a két független képviselő Szabó Szabolcs és Székely Sándor havi fizetését teljes egészében elvonják, közölte. Bangóné Borbély Ildikó összesítése szerint a most elvont fizetések több mint 5 millió forintot tesznek ki, csak a szocialistákra kirót büntetés 2,5 millió forint. Ne tűnjön el ez az összeg a költségvetésben, hanem azonnali hatállyal fordítsák a kórházi ágyak beszerzésére, szólított fel. A demokratikus koalíció azt követeli, hogy egy független, nemzetközi szakértőkből álló csoport vizsgálja át az EP választás magyarországi informatikai hátterét. Arató Gergely, a DK frakció vezető helyettese emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda vezetője egy interjúban azt mondta, hogy az informatika terén lényegileg a programok készen vannak, bizonyos infrastruktúrális beruházások vannak hátra. Pál Féluna akkor hozzátette, hogy az informatikai rendszerben bizonyos finomhangolások szükségesek. Arató Gergely úgy fogalmazott, az Orbán rendszerben már megtanultak a sorok között olvasni. Könnyen lehet, hogy az úgynevezett beruházások és finomítások ahhoz szükségesek, hogy ismét valami furcsa és megmagyarázhatatlan dolog történjen a választás estéjén, tette hozzá. Idén januárban 2.156.622 nyugdíjellátást folyósítottak, vagyis 6.443 fővel kevesebben kaptak nyugdíjat, vagy valamilyen nyugdíjszerű ellátást, mint egy évvel korábban, írta a Világgazdaság a Magyar Államkincstár adatai alapján. A lap szerint a minimális csökkenés mögött nem annyira demográfiai adatok húzódnak meg, inkább a nyugdíjkorhatár folyamatos emelkedése. A 2,15 millió nyugdíjas közül öregségi ellátás 2.031.674 biztosítót kapott, 2019. januárjában az átlagos ellátás összege pedig 134 ezer forint volt. Az öregségi nyugdíjasok között januárban 159 ezer olyan nőt tartottak nyilván, aki a 40 évnyi szolgálati idő elérésével még nem érve el a nyugdíjkorhatárt vonulhatott nyugdíjba. Az ügyész súlyosbítást, a védő felmentést, illetve enyhítést kért a Terész körúti két rendőrt életveszélyesen megsebesítő robbantás másodfokú eljárásában a fővárosi ítélőtáblán. Az eljárás adatai szerint a vádlott 2016. szeptember 24-en késő este Budapest belvárosában a Terész körúton egy általa készített és működésbe hozott pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két rendőrt, hogy megszerezze fegyvereiket. A két fiatal rendőr maradandó sérüléseket szenvedett, az elkövető a fegyvereik nélkül távozott a helyszínről. Később a belügyminisztériumnak fenyegető e-mailt írt, melyben pénzt követelt, hogy ne robbantson többet. Tavaly szeptemberben az első fokon eljáró fővárosi törvényszék nem jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a vádlottat azzal, hogy leghamarabb 25 év múlva bocsátható feltételes szabadlábra.
A törvényszék szerint a férfi egyrészt ötszörösen minősülő, előre kitervelten aljas indokból, több ember hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztetve emberölési kísérletet követett el, másrészt robbanó anyaggal való visszaélést és terrorcselekmény kísérletét is. A fővárosi közgyűlés rövid időn belül két közterületnek is izraeli vonatkozású nevet adott. Mind az első kerületi Jeruzsálem Park, mind a zuglói Yitzhak Rabin tér elnevezésében jelentős szerepet vállalt Tarlós István főpolgármester, akinek Heizer András elnök levélben mondott köszönetet a Mazsihisz nevében. A több hónapos előkészület során Yossi Amrani izraeli nagykövet és Heizer András a Mazsihisz elnöke közreműködésével Tarlós István Budapest főpolgármestere támogatta, hogy két budapesti közterület izraeli vonatkozású nevet kapjon. A fővárosi közgyűlés tavaly évvégén döntött az első kerületi Jeruzsálem Park elnevezéséről. A fővárosi közgyűlésen beszédet mondott Heizer András is, és ezzel ő lett az első Mazsihisz elnök, aki a magyar főváros legfontosabb döntéshozatali testülete előtt felszólalt. Hozzászólásában az elnök Jeruzsálem vallási, történelmi fontosságát hangsúlyozva érvelt a közterület elnevezése mellett, kiemelve a Szent Város magyar vonatkozásait. A magyar-izraeli kapcsolatok fejlődését mutatja, hogy azóta Budapesten nem csak Jeruzsálemről, de a Nobel békedíjas volt izraeli miniszterelnökről, Yitzhak Rabinról is közterületet neveznek el. Külföld. A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a demokratikus koalíció elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent írásában. Gyurcsány Ferenc úgy látja, a német politikusok annak ellenére taktikáznak, hogy tudják, mi történik Magyarországon, és az milyen veszélyt jelent Európára is. Értem én, hogy fontos a német autógyárak érdeke, hogy nálunk egy új törvény alapján 400 óra túlmunkára lehet kötelezni egy munkást. Értem azt is, hogy fontos az Európai Néppárt egysége, európai parlamenti többsége. De érdemes ezért feladni mindent. A szabadságot, a demokráciát, az emberi méltóságot, a jogállamiság eszményét. Teszi fel a kérdést az ellenzéki politikus. A DK elnöke úgy véli, hogy Orbán Viktor, Marine Le Pen francia és Matteo Salvini olasz jobboldali pártvezető a gyűlölet és az ellenségeskedés korát hozzák el. Itt nincs helye taktikázásnak, írja Gyurcsány Ferenc. Orbán Viktor átlépett egy határ címmel közölt interjút a Die Welt József Dollal, az Európai Néppárt elnökével a migrációval foglalkozó magyar kormányzati kampánnyal összefüggésben. József Doll arra a kérdésre, hogy miért erősödnek az Európai Unióban a populisták, elmondta, hogy ezen pártok módszere a félelemkeltés, és csak a problémákról beszélnek, de megoldásokkal nem szolgálnak. Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor az EPP tagjai közé kívánja emelni a Jaroszláv Kaczynski vezette lengyel jog és igazságosság pártot és az olasz belügyminiszter Matteo Salvini vezette ligát, kijelentette, megmondtam neki, hogy ez nem történik meg, amíg én vagyok ennek a pártnak az elnöke. A francia konzervatív politikus hozzátette, hogy az EU jogközép pártjait összefogó EPP-ben minden tagnak tisztelnie és osztania kell a minket egyesítő értékeket. A május végi európai parlamenti választásba való ellenséges külső beavatkozások veszélyeire figyelmeztetett Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Tusk beszélt a francia elnök minden uniós tagállamban megjelent friss írásáról is, teljes támogatásáról biztosítva Emmanuel Macron felvetéseit. Vannak külső EU ellenes erők, amelyek titokban vagy nyíltan befolyásolni próbálják az európaiak demokratikus választásait, például a Brexit referendum vagy Európa szerte több más választás esetében. És ez lehet a helyzet a májusi európai parlamenti választáson is, jelentette ki. Sós Eszter Petronella, a Franciaország szakértő szerint Algéria gazdasági és biztonsági kihívást jelent Franciaországnak. A szakértő azt mondta, Algéria a francia búzaipar jelentős felvevőhelye, Franciaország pedig nagy mennyiségű földgázt importál az észak-afrikai országból. Becslések szerint 1 millió kettős állampolgárságú ember él Algériában, aki a hatalom instabillá válik, elindulhat Franciaországba, közölte. Kitért arra is, Algériában több megmozdulást is rendeztek Abdelaziz Bouteflika elnök újraválasztása ellen, de szerinte sokan tartanak egy másik, instabil hatalomtól. Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter gratulált Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezetőnek a térségben tett diplomáciai erőfeszítéseihez. Pompeo sikeresnek minősítette Guaidó tárgyalásait.
Az amerikai diplomácia vezetője megelégedettségének adott hangot azt illetően is, hogy az ellenzéki vezető épségben és biztonságban tért vissza Venezuelába. A nemzetközi közösségnek össze kell fognia és el kell érnie, hogy véget érjen Maduro brutális rezsimje, és megkezdődjék a demokrácia békés helyreállítása Venezuelában, fogalmazott közleményében Pompeo. Leszögezte egyúttal, hogy az Egyesült Államok és a szabadság szerető nemzetek Juan Guaidó ideiglenes elnök mellett állnak, mert Guaidó és az ellenzéki erők a szabad és tisztességes választásokkal ismét megteremtik a demokráciát Venezuelában. Az izraeli biztonsági erők a Judea és Szamária szerte végzett razziákon letartóztattak 10 terrorista tevékenységgel gyanúsított szemét, közölte az izraeli védelmi erők sajtóosztálya. A letartóztatott személyeket terrorista tevékenységgel, valamint izraeli civilek és katonák elleni erőszakos tüntetéseken való részvétellel gyanúsítják. Az akciót az izraeli védelmi erők a Shabak belbiztonsági szolgálattal, a határrendészettel és az izraeli rendőrséggel együttműködve hajtotta végre. A gyanúsítottakat átadták a biztonsági szolgálatoknak kihallgatásra. Az illegális fegyverek utáni keresések során a biztonsági erők házilag gyártott fegyvereket, valamint 2 Carlos stílusú pisztolyt foglaltak le Hebronban és Baninaimban. Utóbbi fegyvertípus számos izraeli és judeai szamáriai terrortámadás főszereplője, habár általában pontatlan és megbízhatatlan. Gazdasággal folytatjuk. Az elemzőket kellemes meglepetésként érte a kiskereskedelmi forgalom januári növekedési üteme, de a korábbi hullámzó adatok után nem számítanak trendfordulóra. Idén lassulást várnak, de a belső fogyasztás így is a gazdasági növekedés egyik fontos hajtóereje marad. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője rámutatott, a tavalyi magas bázis ellenére sikerült a várakozásokat felülmúlni, a kiskereskedelmi forgalom várakozáson felülnőtt januárban. Az ING Bank elemzőinek előrejelzése szerint 2019-ben a kiskereskedelmi szektor növekedése elmarad majd a tavalyi év átlagától, de így is 4% körüli növekedésre számítanak. Varga Zsombor, az Erste Bank junior makrogazdasági elemzője arra figyelmeztet, hogy a januári átmeneti élénkülés nem jelenti a csökkenő trend végét, a kiskereskedelmi forgalom növekedési üteme 2019-ben várhatóan elmarad a tavalyitól. Viszont a belső fogyasztás továbbra is a GDP növekedésének hajtóereje maradhat. Végül a várható időjárásról. Hazánkban ma délelőtt változóan, helyenként erősen felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. Délután a többször megnövekvő felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Számottevő csapadék nem lesz. A szél napközben erős déli lesz, hajnalban 1-6 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 11-16 fok között alakul, késő este 7-12 fok lesz. Ma nem érkezik időjárási front, de a melegedésre fokozottan érzékenyek közül többeknél jelentkezhet fejfájás, migrén, illetve napközben is fáradékonynak, álmosnak érezhetik magukat. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!